Köszöntöm a sajtó képviselőit, kedves vendégeinket, barátainkat, és mindazokat, akik most ezt a közvetítést nézik, most és majd később. Én Horgas Péter vagyok, egyik azoknak, akik január 29-én nyílt levelet intéztünk az ellenzéki pártoknak. Ezt 29-en írták alá ezt a levelet, Lányi András és Elek Istvánnal hárman fogalmaztuk, és most körülbelül 500-an írták még alá. Ennek a levélnek az egyik következménye volt az, hogy megpróbáltuk megkeresni azokat a szervezeteket, akik már hónapok óta azon dolgoznak, abban gondolkoznak, hogy milyen módon segíthetnék meg a magyar állampolgárokat abban, hogy a lehető legjobb döntést hozzánk április 8-án. Én nem is nagyon akarom húzni a szót, mert itt vannak mindazok, akik, azok a szervezetek, azok a képviselők, akikkel az elmúlt hetekben, hónapokkal együtt dolgoztunk, és külön megtiszteltetés, hogy szerintem az elmúlt hetek egyik legpozitívabb főszereplője, Márki-Zay Péter is megtisztelt minket, hogy elsőként neki adnám. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Három hónappal ezelőttig én egy ugyanolyan aggódó magyar állampolgár voltam, mint bárki ennél az asztalnál. Annak a megtiszteltetésnek, ami engem akkor ért, amikor nagyon sokan megkerestek és beszélgettünk az ország jövőjéről, az április 8-i választásokról, annak az egyetlen oka az, hogy egy sorsszerű decemberi éjszakán úgy döntöttem, hogy belépek a politikába, nem politikus létemben nem hallgathatok tovább, és onnantól az események sodortak és húztak egy nagyon meghatározott irányba egészen február 25-éig, amikor február 25-én Hódmezővásárhely bebizonyította az országnak, hogy egy addig ős fideszes fészeknek hit településen is többségben vannak azok, akiket irritál a megfélemlítés és a korrupció. És ezek az emberek ezek össze tudtak fogni, és meg tudták mutatni az országnak, hogy a Fidesz legyőzhető. Van remény. Na most azóta eltelt 3,5 hét, és ez a 3,5 hét, bár azt gondoltuk, hogy elegendő lesz arra, hogy azok a pártok, akik a választáson jelölteket indítanak, maguk is feldolgozzák a Hódmezővásárhelyi győzelem tanulságait, most mégis aggódunk, mi mindannyian aggódunk. Aggódunk egy kicsit, és azt láttuk, hogy megint nekünk, párton kívülieknek is van tennivaló. Hódmezővásárhelyen mi vezetett ehhez a sikerhez? Hát először is az első időszakban nagyon nehezen, de sikerült a pártokat belekényszeríteni egy együttműködésbe. Ebben az együttműködésben a pártok nem indítottak saját jelölteket, és egy olyan jelöltet támogattak, aki nyitott és elfogadható volt, mind jobb, mind baloldali ellenzékiek számára, sőt, kiábrándult fideszesként azt gondolom, hogy nagyon sok egyébként fideszesként magát definiáló ember számára is. Miután egy gyakorlatilag egy-egy elleni küzdelem volt, ezért volt remény a fideszes Lázár János jelöltjének legyőzésére, ez mobilizálta a vásárhelyeket, nagyon nagy számban mentek el szavazni, és így született meg a győzelem. És ráadásul még azt is elmerem mondani, hogy volt együttműködés. Van együttműködés ma is. Én jobboldali, keresztény, konzervatív emberként nagyon jól tudok együttműködni a város immár szocialista alpolgármesterével, dr. Kis Andreával. Ez az együttműködés a garancia arra, hogy Hódmezővásárhely békében, szeretetben tud fejlődni. Mi most, akik itt ülünk ennél az asztalnál, nagyon sokan, akik nem tértek el itt ezen a körben, de támogattak folyamatosan, mi egyetértünk abban, hogy ha már a pártoknál ez az együttműködés még nem állt össze, de mi független emberek, magánemberek és szervezetek, Magyarország jövőjéért aggódó magánemberek és szervezetek, mi szeretnénk példát mutatni együttműködésből, ezért létrehoztunk először is egy rendszerváltás 2018.hu weboldalt. Erre a weboldalra március 15-én fölkerült 12 pont. 12 olyan pont, amit az ország jövője szempontjából valamennyien kritikusnak és fontosnak tartunk. Ez a 12 pont is egy együttműködés eredménye volt. Ezen kívül ezen a weboldalon van 106 körzet. Ebben a 106 körzet mindegyikében szeretnénk, hogyha lenne egy esélyes ellenzéki jelölt, akit meg fogunk nevezni ezzel a weboldalon.
a mai nappal, ugye korábban már fölkerült kettő jelölt, ez az én szívemhez közel álló Hódműzővásárhely, illetve Szegedi, két jelölt, az egyik egy Jobbikot, a másik egy MSZP-s, de a mai nappal fölkerült 53 jelölt, 53 esélyes ellenzéki jelölt, és arra szeretnénk biztatni mindenkit, hogy az egyéni szavazatát ezekre a jelöltekre adja. Hogyha ezeket a jelölteket mi, magánemberek tudjuk szavazatunkkal támogatni, akkor nagyon nagy eséllyel a Fidesz verhető lesz az április 8-i választásokon. Ebből most egyelőre 53 jelölt van, de a választásokig fel fog kerülni mind a 106 jelölt. Az együttműködésünk alapja mérések, illetve korábbi elemzések, tehát az ehhez legjobban értő szakemberek, akik függetlenek, nem pártoktól függő mérések, nem pártoktól függő szakemberek állítják össze ezt a listát. Nyilván az együttműködésünk itt ennél az asztalnál éppen ezt szimbolizálja. A mi számunkra az a fontos, hogy rendszerváltás legyen, és ez minden kevesebb fideszes mandátum fogja nekünk elhozni. Az egyéni mandátumokra, tehát arra biztatunk mindenkit, hogy erre a 106 megnevezendő jelöltre adja le. Akinek esetleg még nincs itt a körzete, az regisztrálja a rendszerváltás 2018.hu weboldalon. Regisztrációra mi el fogunk küldeni hírlevelet, és ebben fogjuk tájékoztatni arról, hogy ki az ő körzetében esélyesebb. Ettől függetlenül természetesen a listás szavazatát mindenki a számára szimpatikus parlamentbe bejutó ellenzéki pártra adja le, hiszen ez fog szintén a rendszerváltásban segíteni bennünket. És talán nagyon fontos elmondani, hogy amennyire valaki adományokat szeretne adni, akkor ezen az oldalon egy számlaszám is található, ahova várjuk azokat az adományokat, amelyekkel támogatnak bennünket a tudatos választói magatartás fejlesztésében és a közös sikerünk érdekében. Nagyon fontos az is, hogy mi azért álltunk össze, hogy ne számos különböző lista keringjen, hanem legyen egyetlen lista. A tegnapi nap részben a V18-ak, akiket körünkben képvisel professzor úr, tehát a V18 már közé tett néhány körzetet neveket, mi ezzel a listával nem szembe menni szeretnénk, hanem ezt támogatni szeretnénk magunk is. Annyi változás történt a tegnapi nap óta legalábbis a két lista között, hogy egy olyan körzet van, ahol mi további mérést tartunk indokoltnak, a megnevezett 25-ből, a további 24-jel teljes mértékben egyetértünk mi is, és kulcsfontosságúnak tartjuk azt is, hogy a V18 azt kommunikálta, hogy van 40 olyan körzet, ahol visszalépésre van szükség. Én úgy fogalmaznék, hogy az ellenzéki pártok közötti együttműködésre van szükség, ami bizony a visszalépést is magában foglalhatja a siker érdekében. Nagyon fontos az, hogy mi ezeket a listákat nem csak az itt lévő civil szervezetekkel, hanem magukkal az ellenzéki pártokkal is egyeztetjük. Mi szeretnénk az ő munkájukat támogatni azzal. Nem ellenük dolgozunk, hanem értük dolgozunk, hiszen nekünk közös célunk a rendszerváltás április 8-án. Ez a közös cél természetesen a maffia állam leváltása, a Fidesz jelenlegi uralmának megdöntése, a korrupció felszámolása. Ennek érdekében az első és legfontosabb szempont az a magas részvétel. Én szeretném, hogyha egy ábrával érzékeltethetnénk azt, hogy milyen következménye van annak, hogyha mondjuk nem 51%, hanem 71% megy el választani április 8-án. Látszik, hogy mivel mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően a fideszes szavazótábor rendkívül fegyelmezett, az ő részvételük és nagyjából a mennyiségű számunk is adott, a magasabb részvétel tehát mindenképpen nagyobb ellenzéki sikert ígér. Tehát a rendszerváltás 2018.hu oldalnak az egyik nem titkolt célja az a választási részvétel arányának emelése. Ahogy elmondtuk, a második nagyon fontos dolog az az esélyes ellenzéki jelölt, az esélyes rendszerváltó jelölt támogatása, taktikai szavazással, tehát arra biztatunk minden rendszerváltást akaró magyar állampolgárt, becsületes, tisztességes magyar embereket, hogy szavazzanak az esélyes jelöltre. Konkrétan, hogyha valaki szocialista szavazó, akkor is szavazzon ő tükös jelöltje, hogyha abban a körzetben a jobbikos jelölt, az esélyes, a fideszes jelölt legyőzésére. Hogyha valaki jobbikos szavazó, az is szavazzon akár a szocialista jelöltre is, hogyha ő az esélyes abban a körzetben. Tehát nagyon fontos, hogy mi, hazánkért aggódó magyar állampolgárok, tudatosan szavazzunk április 8-án. A párt lojalitásunkat, párt szimpátiánkat azt a listás szavazatokban fejezzük ki, a
Az egyéni szavazatunkat viszont adjuk az esélyes ellenzéki jelöltnek. Tehát nagyon fontos a siker érdekében. És végezetül nagyon szeretnénk azt is, hogyha az ellenzéki pártok, úgy, ahogy mi Hódmezővásárhelyre ezt megmutattuk, együttműködnének egymással. Hódmezővásárhelyen elmondtam, az egyik titka a sikernek az volt, hogy az ellenzéki pártok nem egymást szitták. Nem egymás ellen harcoltak, hanem a Fidesz ellen harcoltak. Nem egymás ellen harcoltak, hanem a korrupció és a megfélemlítés ellen harcoltak. Ez nagyon fontos példa kell legyen valamennyi ellenzéki párt. Fontos az is, hogy ne az ellenzéki esélyes rendszerváltó jelölt ellen kampányoljanak. Tehát abba a pénzt, energiát lehetőleg ne öljen. A saját listás szavazataikat próbálják maximalizálni, de az esélyes ellenzéki jelölt esélyeit ne rontsák. És végezetül a legnagyobb lépés, amit megtehetnek az ellenzéki pártok az az, hogyha akár visszalépésekkel is, ahogy a V18 javasolta, visszaléptetésekkel is egyértelművé teszik a választók számára, hogy ki az esélyes ellenzéki jelölt. Ezek a visszaléptetések, ezek tudjuk, hogy sokszor nagyon komoly millióba fájnak az ellenzéki pártoknak. Mi arra buzdítjuk, én személy szerint arra buzdítom az ellenzéki pártokat, hogy ne befolyásolja őket a pártfinanszírozás, hiszen amennyiben lesz rendszerváltás Magyarországon, akkor a pártfinanszírozást mindenképpen újra kell gondolni, tehát ez a kérdés, ez nem lesz jelentős. Ha viszont nem lesz ellenzéki győzelem, hanem fennmarad a jelenlegi rendszer, akkor a legkisebb problémájuk is nagyobb lesz annál, mint az a pénz, amit elveszítenek a pártfinanszírozás. Úgyhogy arra kérem az ellenzéki pártokat, hogy akár visszalépésekkel is segítsenek a választóiknak az esélyes ellenzéki jelöltet megtalálni. És ezzel kapcsolatosan ismét van két diagramunk, és szeretném azt mutatni, minden ellenzéki párt sokkal jobban jár, és több mandátumot fog kapni, hogyha vannak kölcsönös visszalépések, hogyha van koordináció. Nem kell minden körzetben, szó sincs róla, de arra biztatjuk az ellenzéki pártokat, hogy támogassák a választókat azzal, hogy minden több helyen egyértelművé teszik, hogy ki az esélyes ellenzéki jelölt. Hogyha ezt mind megtesszük, akkor a Tolvaj kormány, a mafia állam leváltható lesz április 8-án. És mi hazaszerető, becsületes, tisztességes magyar állampolgárok és szervezetek mindenkit erre buzdítunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr. Most pedig Pátlan Györgyöt kérem, hogy mondja el gondolataitban viszontlátásra. Köszöntöm a megjelenteket, és azokat is, akik online közvetítésen nézik ezt a sajtótájékoztatót. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyjából azt, amit a viszlátképpen a mozgalom képvisel, azt most egy nagyon erős hang mondta itt ebben a teremben Márki-Zay Péter. Alapvetően a viszlátképpen az képviselő október óta, hogy a 2018-as választás fejben dől el és helyben dől el. Az, hogy helyben dől el, az egyértelművé vált mostanra. Az, hogy mi történik az egyéni választókerületekben, a 106 egyéni választókerületben, az a kulcsa ennek a választásnak. Hogyha 10-12 körzetet elvisz az ellenzék, akkor a Fidesznek van az kétharmada, hogyha, de ez egy olyan minimum cél, amit mi megfogalmaztunk, de ezt képest nagyon kedvesen vissza a Fidesznek kell változtatnunk, mert most már azt a maximum célt kell ennek a társaságunk is képviselni, és minden olyan ellenzéki szavazónak a változásnak, hogy 40-45 körzetben lehessen változást elérni. Ez is lehet egy minimum célnak mondhatom, hiszen vannak érvesebb remények, de hogyha ideig eljutnánk, azért nagyon fontos mozdanat lenne, mert akkor a Fidesz nem volna képes egyedül kormányt alakítani, és egy teljesen új korszak kezdődne a magyar politikában. Tehát helyben dől el a dolog, de fejben is eldől, és minden szavazónak el kell fogadni azt, hogy egy meglehetősen természetellenes helyzet az, ami eljött. Mert arról beszélni, hogy szocialisták szavazzanak át a jobbikosra, vagy jobbikosra, vagy szocialistákra, lássuk be, alapvetően nem egy természetes dolog. De egyszerűen ilyen az a választási rendszer, hogy ezt kényszeríti most ki, hogy a szavazók ezt elfogadják, akkor is, hogy a koordinációval, hiszen akkor is sok helyen nem olyan jelölt fog a pályán maradni, aki az összes szavazó elfogad, de látniuk kell, hogy abban az esetben a talpon maradt szocialista, jobbikos, ellentés jelöltre érdemes szavazni. Ha pedig nincsen koordináció vagy együttműködés a pártok között, akkor sincsen semmi veszve. Azt majd mindenki április 9-ig elmondja a tanulságot, hogy mennyit tettek a pártok, vagy nem tettek ennek a helyzetnek a megkönnyítéséért. De ebben az esetben a szavazó kezében ugyanúgy ott van a döntés, és ugyanaz a recept, ugyanaz a modell, el kell menni, és az erősebb, esélyesebb jelöltekre kell szavazni. Tehát helyben tudjuk eldönteni a dolgot, hogyha fejben eldöntöttük, hogy mindenféle ilyen típusú averziónkat félretéve, egy nagyobb averzió miatt, az, hogyha Fidesz kormány marad, ezzel szemben megyünk el és szavazni. És ahogy Márki-Zay Péter győzelme reményt adott az ellenzéki oldalnak, úgy nagyon sokan érzékeltük ebben a körben, akik az esélyesebb jelölt kérdésével
Köszönöm szépen, Gyuri. Most pedig Gulyási Mártont a közös országhoz bevonult. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon köszönöm Márki-Zay Péternek, hogy megszervezte ezt a mai alkalmat, és összejöttette ez az asztalhoz ezeket a szervezeteket és ezeket a magás személyeket. Közös ország mozgalom tartja azt a vállalását, hogy továbbra sem kíván királycsinálom mozgalomként megjelenni a nyilvánosság előtt. Éppen ezért mi ehhez a listához azt a támogatást tudjuk adni, hogy további közménykutatásokkal segítjük azt, hogy további helyeken lehessen megtalálni a valóban esélyes ellenzéki jelöltet. Mi konkrét jelöltek pedig nem tudunk adni, és nem tudjuk őket támogatni a kampányban, de tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy Márki-Zay Péter felvállalt, és amiről tudjuk pontosan, hogy nagy fontosság utána, amikor azt lehet látni, hogy nagyon lassan alakul az ellenzék együttműködés, amit egyébként a szavazók nagyon nagy része vár, és egyre inkább követel. Mi rajtunk is van nyomás, mi is érzékeljük ezt a választói elvárást, és éppen ezért tartjuk fontosnak azt, hogy egy olyan hiteles ember, mint hogy Márki-Zay Péter felvállalta ennek a döntésnek az ódiumát, és mi szeretnénk segíteni ezekkel a mérésekkel. Éppen ezért két új mérést szeretnék most bejelenteni, ezeket sorolnám egymás után. Budapest 10-es választókörzetében ez Óbudaján, ugye Csongrád 4-es Kórmezővásárhely, Somogy 4-es Siófok, Budapest 13-as Mátyásföld, Békés 1, Békés Csaba, Borsod 2, Miskolc másik körzete, nem mértünk még, és Pest 0-1-es körzete lesz az, amit megmérünk. Ezeket a mérési eredményeket a választás utolsó hetére időzítve fogjuk tudni publikálni. Azt reméljük, hogy addig a vagy született megállapodás az ellenzéki pártok között, és ilyen értelemben munkafogyottá válik a mérés, ha pedig nem, akkor vagy megerősítheti a listán szereplő neveket, vagy pedig esélyt adhat arra, hogy fontosabb tájékozódási pontot érnek a szavazók, mert végső soron nekik kell meghozniuk azt a döntést, hogy kívánnak élni a taktikai szavazás lehetőségével vagy sem. Emellett a Közös Ország Mozgalom egy országjáró túrára indul a mai nappal, ennek első állomása ma a Miskolcon, ezt minden oda is megyek rögtön. Ezen a héten megyünk még Nyíregyházára és Salgótarjánba, illetve további helyszínekre és jövő hét folyamán. Ezeket a Közös Ország Mozgalom Facebook oldalán el tudják érni és meg tudják tekinteni. Kérem a helyben élő lakosokat, hogy csatlakoznak be ezekbe a rendezvényekbe, hogy hírét figyeljük minden inkább helyben is annak, hogy hogyan érdemes hasznosítani a szavazatát annak, aki kormányváltást szeretne látni az április 8-i választáson. Emellett fontosan tartanám még a közös kérés kampányunkat is megemlíteni, ez szombaton 13 órakor fog megtörténni. Azt kérjük mindenkitől, akinek van lehetősége rá, hogy egy élő Facebook videóval kapcsolódjon be. Egy időpontban, most szombaton 1 órakor, minél többen szólítsuk meg azokat a pártokat, akikkel elvárjuk a koordinációt, elvárjuk az együttműködést, hogy tegyenek ezért a következő két hétben, lépjenek az együttműködés talajára. Azt kérem minden is a sajtónyilvánosságán keresztül, minél több polgártársunknak van lehetősége, hogy kívánja ezt az együttműködést a pártok között, azt csatlakozom be ebbe a kampányba. Szombaton 1 órakor egy indított Facebook Live videóval tudunk tenni azért, hogy a pártok felé felerősítsük a hangját azoknak, akik együttműködést szeretnének látni. Most vasárnap pedig este 7 órától az 1% fölött mért pártokat, amelyek képesek voltak országos listát állítani, nekik a listavezetőit hívtuk el egy fórumra, egy vitára, ami a Csepeli munkásotthonban kerül megrendezésre. Ennek az időpontja este 7 óra. Erre is szeretettel várunk mindenkit, online közvetítjük majd az egész folyamatot. És én is kérem a sajtó nyilvánosságán keresztül, hogy a Jobbik listavezetője Vona Gábor tisztelj meg minket a jelenlétével, jelenleg azt jelezte, hogy nem fog részt venni ezen a fórumon. Mi nagyon reméljük azt, hogy meg fogja változtatni a döntését, és nem követi Orbán Viktor toxikus példáját, aki most már évek óta nem áll ki semmilyen nyílt vitára, és képes volt azt mondani a választási kampány közepén, hogy a viták ideje lejárt. Szerintünk a viták ideje nem, hogy nem járt le, hanem éppen most van annak az ideje, és éppen ezért reméljük azt, hogy az összes ellenzéki párt, aki Orbán rendszerével szemben fogalmazza meg magát, azon a példáját követi, hanem éppen ellenkezőleg abban mutat példát, hogy hogyan kellene egy demokratikus választásban az ellenzéki pártok vezetőinek számot adni az elképzelésekről. Nagyon szépen köszönöm. És akkor, ha már említette, professzor úrnak a kérelmét, és mindjárt. Köszönöm szépen, sok új tartalék már nem lehet hozzátenni. A kormány oldal taktikázott a választási törvénnyel, amikor úgy szabta meg ezeket a szabályokat, és úgy rendelte egy pénzt, mégpedig elég bestelen módon, ahogy a dolgok történtek, és a kamupár kifejezéssel ajándékozta meg ez a magyar politikát ebben az évben. Én ezeket a szépítő jelzőket nem szeretem, ugyanis az adófizető pénznek az elhetárásról van szó, és a választói magatartásnak a félrevezetésről. Tehát egy súlyosabb eset, mint hogy kamunak nevezzük, mint ahogy a dohány boltoknak a díjaszétosztása is sokkal súlyosabb dolog volt, mint ahogy ezt a közmény maga módján megfogalmazta.
összefogtak. Kérem szépen, taktikai kérdésekre össze kell fogni, miközben az ember az értékeit nem fogja félretenni, feláldozni. Egyszerűen arról van szó, hogy ebben a játékszabályrendszerben, amit kitalált a ördög ügyességben egyébként, ilyen módon lehet érvényesülni, ilyen módon lehet sikeres. Utána mi lesz, az a következő szakasz. Azonban azt gondolom, hogy odáig eljutunk, ez civilizációs folyamat egy olyan országban, ahol egymásra pusztították az embereket, pártokat. És ebben a folyamatban talán még a nagyon messzire álló pártoknak is úgy kell gondolni, hogy mi a programjuk, és miben szolgálhatják az ország ügyét. És talán az is kiderül, hogy már nem kell feladni a jobb és bal klasszikus megkülönböztetést, a radikálist és a fontolva haladót, a zöldet és a kapitalista orientációt, de mégis vannak olyan értékek, amelyeket közösen tudunk képviselni. Tehát kisebb a távolság, mint ahogy az a közélet, amiben belecsöppentünk, és nem csak magyar jelenség sajnos ezt tökörözni. Ezért tehát ez a második mondatom. A harmadik pedig az, hogy a választási törvényhez hozzá kell nyúlni mindenképpen. Tehát akik a, adja Isten, sikerrel veszik azt a fordulót, ami elé tavaszt állít minket. Az első, egyik első feladatunk, hogy tisztességes választási törvényt alkossanak, és a választások pénzelésében is, amit úgy jönnek, hogy pártfinanszírozás rendet kell csinálni, mert ez tűrhetetlen, mert rászorítja a mestelenségre, és utat nyit a mestelenségre, aminek ugye példáit láttuk, nyilvánvaló példáit láttuk, szoros újságírói munkanyomán felháborító példáit láttuk. Ez tehát a jövőre vonatkozó üzenet, és azt gondolom, hogy ha ideig eljutunk, már áprilisi választásig, akkor utána olyan sor feladat lesz, amiben ez a fajta együttműködés megmaradhat, miközben mindenki a maga politikai nézeteit természetesen tovább is képviselni fogja. Azt nagyon sajnálom, hogy a viták nem nagyon könnyen jönnek létre. A V18-nak az egyik ambíciója az volt, hogy a miniszterelnök jelölteket, ez egy nem jogi fogalom, a legnagyobb kormánypárt például Tomal még nem nevezte a miniszterelnök jelöltjét, tehát nem tudjuk, hogy ki lenne az, akit meg lehetne hívni, de senki sem jön fel, azért nagyjából idáig mindegy, hogy ki nem jön el. De azt gondolom, ez nagyon rossz példát mutat valóban, és ez némi kudarc ennek a mozgalomnak, de hagyd mondjam el, ez nem a mi kudarcunk, hanem ez a érintette kudarca. A pártokról már csak egy utolsó mondatot. A pártokat tényleg muszáj nyomni, és nagyon örülök, hogy ez a széles mozgalom nyomás alá helyezünk el. Annyit azért hozzáteszek magam, nem vagyok pártpolitikus, és sosem volt pártfunkcióm, hogy természetesen ott nagyon sok munkát végeztek az emberek ambíciójukban, nem csupán arról van szó, hogy hát, ha nem jut be, akkor elveszte a pénzét, dolgozott azon néha két hónapot, néha 14 éve, ezért ez egyénileg óriási áldozat, hogy van 8 jelölt, és azt mondja valaki, hogy hát ez az egy az, aki esélyes. Tehát ezt értsék meg, ezt az ellenállást, és legyenek némileg beszámítő. De azt is, hogy azért az nem vész el, hogyha itt a pártok meg tudnak állapodni bizonyos arányosságról visszalépésről taktikáról, hogy nagyon remélem, ez a bizalmi tőke, ami ebben a szakaszban kerekedik, ez nem fog eltűnni. És azért ez biztatóvá, hogy alakul a jövő. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Ugye az is nagyon fontos, hogy a választások milyen módon és hogy fognak végbe menni, és ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeme van, hogy erre a fontos dologra fölhívta a figyelmet, a számunk együtt mozgalom, így már az évet kérem, hogy erről mondjam már. A számoljuk együtt mozgalom egy civil egyesület, amelyek a Magyar-Európai Nők Fóruma alapján indult el. Ez a számoljuk együtt mozgalom véleményünk szerint eléggé időben elindult, és ennek ellenére ebben a környezetben, ahol mi most élünk Magyarországon, nagyon nehéz meggyőzni a választópolgárokat, tehát az állampolgárokat, hogy tényleg jöjjenek el és számolják a szavazatokat. Mi független, civil és önkéntes szavazatszámlálókat váltunk. Több mint 1600-an jelentkeztek. Ezzel az 1600 emberrel két hónapja tartjuk a kapcsolatot. Az 1600 emberhez hozzátartozik, hogy több ezer telefon, és több
több, majdnem 10 000 e-mail ment ki számukra. Akik megmaradtak, és nem ijedtek meg az elmúlt heti bejelentés után, mert nagyon sokan megijedtek az elmúlt időszakban, és nem vonták vissza, ők megértették azt, amiről itt mi beszélünk. És azt értették meg, hogy az emberek zöme, akik szavazatszámlálónak jelentkeztek, vállalták, hogy preferencia nélkül annak a pártnak mennek el szavazatot számlálni, amelyik az ellenzéki oldalon a szavazatszámlálásra igényt ad. És meg kell mondanom, hogy a nagy ellenzéki pártokkal meglepő módon, sokaknak meglepő módon, nagyon jó és normális együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt hetekben. Nagyjából 3 hét alatt ezt az 1500 ember delegálni tudtuk a pártokhoz, és összesen 2 nap van hátra. Minden szavazatszámlálunk oktatásban részesül, tudják azt, hogy a szavazatszámlálás nem pártfüggő, hanem pártsemleges, a szavazatokat meg kell számolni, a szavazatokat tisztességesen és felügyelve össze kell rakni, hogy így fejezem ki magam. Amit nem tudtunk megtenni, az a fehér foltok lefedése, ezt a pártokkal együtt sem fogjuk tudni megcsinálni, sajnálom, de úgy gondoljuk az idei tapasztalatok alapján, hogy a jövő évi következő választásokon meg kell próbálnunk azt, amire most nem volt idő. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! A másik nagyon fontos tapasztalat volt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy nagyon sok honfitársunkhoz egyszerűen nem jutnak el hírek, információk. Úgyhogy én most kérlek szépen, László Jancsi, gyere ki, és mondj néhány mondatot a nyomtestelésről. Köszönöm a lehetőséget. Tehát szerintem a nyomtestelés módon biztos sokan hallottak már. Egy nyáron indítottuk el, és pont amiatt csináljuk, mert a kormányzatnak különösen a vidéken óriási túlsúlya van, vannak kis települések, ahol semmilyen információ nem jut el. És ezért ezt a monopóliumot akartuk megtörni. Már ez a néhány hónap alatt is rengeteg helyre eljutottunk. Módszeresen próbáltuk az országban minél több megyébe csapatokat, szimpatizásokat szerezni, akik segítenek nekünk. Úgy gondoljuk, hogy most itt a finishben lesz a legfontosabb feladatunk. Nagyon készülünk rá, hogy az egész ország minden megyéjébe eljuttassuk azt az üzenetet, amit is elhangzott, és megértessük az emberekkel, hogy mi az a taktikai szavazás, ki ott az esélyes jelölt, miért kell vigyázni a kamupártokkal. Hát és hogyha így van lehetőségem beszélni, akkor mindenkit kérek, aki ezzel a híradással találkozik, hogy keressen minket www.nyomtestelés.hu, és hogy az egész országban várunk segítséget ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nem csak országos szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, országos civil kezdeményezéseken, hanem azt látjuk, hogy nagyon sok pici helyi civil kezdeményezés is nagyon szépen és jól működik az országban. Ennek az egyik mintája Miskolcon működik, a pattársak. Képviselője Varga Andrea, kérem pár mondatot mondjál. Köszönöm szépen. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy az országban több olyan civilekből álló demokrata csoporttal találkoztunk és vettük fel a kapcsolatot, akik elkötelezettek Magyarországon 2018-ban a rendszerváltás mellett. Ezek a csoportok kis sejtekként működnek az országban szerte, és elsődleges feladatuknak azt tartják, hogy segítsék azokat a jelölteket, akik esélyesként 2018-ban változást hozhatnak az országban. Többek között Miskolcon is van egy ilyen csoport, akik több mint egy éve dolgoznak azért, hogy a lehető legszélesebb körbe eljuttassanak különböző információkat a városba. Ennek leginkább az az oka, hogy mi magunk is megéljük vidéken, hogy információhoz jutni legfeljebb az országos médiából tudunk, hiszen a helyi híreket sajnos elég manipulatív módon kapjuk meg.
A miskolci csapatunk elkötelezett amellett, hogy ebben az irányban dolgozzon, és felvettük a kapcsolatot mindazokkal az országos civil mozgalmakkal, és mindazokkal a kisebb sejtekkel, amelyek különböző vidéki városokban éltek, akik hasonló célokért küzdenek, és azt szeretnénk üzenni a pártoknak, hogy végre szövetségesként tekintsenek ránk választópolgárokra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ahogy a sajtótájékoztató elején mondtam, az egyik ilyen kiinduló pont volt ez a január 29-én megírt levél, a nyílt levél az ellenzéki pártoknak, és akkor én megkérem a két másik társamat, Lányi András és Elek István, hogy végezetül ők foglalják össze a gondolatainkat. Köszönöm szépen! Mindannyian azzal találkoztunk, amikor elkezdtük az aktivitásunkat ki a múlt év végén, ki ez év elején, hogy a választópolgárok számára evidencia, egyre inkább evidencia az, ami minket is feszít, hogy ebben az aránytalan választási rendszerben nem lehet sikert elérni, ha a ellenzéki pártok között nem erősödik az együttműködés, és nem egyeztetik legalább az egyéni választókerületi jelöltállításban az érdekeinket. Azért szólítottuk meg többen, itt volt éppen Heller Ágnes, ha jól láttam, az aláírók közül 29-en, Ángyán Józseftől, Vásárhelyi Máriáig és Bojár Gábortól, Jeszenszki Gézáig a véleményformálókat is, és a nagy közönséget, és most is ezt akarom hangsúlyozni, hogy mi igenis a közös országmozgalom méltányolható álláspontjával szemben igenis nagyon is tanácsot akarunk adni, javasolni akarunk, ösztökélni akarunk választókat is, politikai pártokat is, és a véleményformáló értelmiséget is, hogy fogja föl, hogy hatalmas a tét, hogy van esély, azok közül, akik itt az elmúlt időszakban írtak, nyilatkoztak az esélyekről, talán én vagyok a legoptimistább, részben azért is, mert optimizmus kell szerintem a sikerhez, és sarkalni kell az optimizmus terjesztésével is az erő összpontosítást. Én azt állítom, hogy nem is kicsi választási győzelem születhet, hogyha azok a feltételek teljesülnek, amikről beszéltünk. Igen, ez az egyik legfontosabb. Minél magasabb választási részvétel, 70% fölé fölvinni. A választó kerületekben minél több parlamenti ellenzék és parlamenten kívüli új pártnak az együttműködése, kijelölni azt a bizonyos esélyes jelöltet. Minél több ilyen világossá válik, minél hamarabb a választópolgárok számára, annál nagyobb a mozgósító ereje a közös vállalkozásnak. Itt napról napra, lépésről lépésre lehet ezt az erőt fokozni azzal, hogy megyünk előre. Én ezt érzem, nem csak Vásárhely óta, hanem azelőtt néhány héttel is már, és azóta van az egész folyamatnak, nem tudom, bele kell szagolni a levegőbe, egy dinamikája. Egész egyszerűen érezni lehet, hogy a kormánypártok nem tudnak arról a pályáról leszállni, amire ráléptek. Ez a gyűlölet kampány. Mozgósítani tudják nagyon intenzíven a saját fegyelmezett szavazótáborukat. De ha sikerül az ellenzéknek azt a nagy szavazótábort esélyes jelöltek mögé állítani, amely már az év végén, vagy év elején is világos volt. Hát azért kezdtük el mi is, mert azt láttuk, hogy a véleménykutatások azt mutatják, hogy a többség kormányváltás akar, csak ebben az aránytalan választási rendszerben nem tudja az akaratát érvényesíteni. Azért ostoroztuk, ösztökéltük a politikai pártokat, hogy hallják meg a választópolgárok szavát, akik már előttük járnak az együttműködésben, és sok mindent el tudnak képzelni a közös föllépés érdekében, amit a párteliteik még nem tudnak elképzelni. A nyomásnak van eredménye. Tessék megnézni, tegnap is, tegnap előtt is születtek visszalépésről bejelentések. Ennek a dolognak menni kell előre, erősíteni kell a nyomást, és minél többen dolgozunk ezzel, annál nagyobb lesz a siker. És nagyon fontos lenne azt is egymás között is tisztáznunk, és a választó polgárok számára is nyilvánvalóvá tenni, ez ügyben is nyomni a pártokat, hogy igenis, nem igaz az,
hogy csak sorsközösség van. Van itt egy elvi, ha tetszik, egy korlátozott értékközösség is. Ha ez nem lenne, akkor nem is tudnánk föllépni egymás támogatóiként. Az a közös nevező, amiről Márki Zaj Péter is beszélt, hogy egy normális demokráciát akarunk, helyre akarjuk állítani, a hatalommegosztás demokráciához illő, fékeken és ellensúlyokon nyugvó rendszerünk. Tiszta közéletet akarunk, véget akarunk vetni ennek a ipari méretű korrupciónak, igazságosabb társadalmat akarunk, stb. Stb. Részben a Jobbik politikai programjából idézem ezeket, nem véletlenül. Azért, mert szeretném a politikai pártok és véleményformálók irányába is üzenni, hogy vegyék már a fáradtságot, és olvasgassák el egymás programját, hallgassák meg azokat a nyilatkozatokat, amiket nem két évvel ezelőtt, nem 10 évvel ezelőtt mondtak, hanem mostanában mondanak, és jó hiszeműség, bizalomerősítő gesztusok, ezek nélkül nem megy a dolog. De ha sikert akarnak elérni, már most gondolkodni kell azon, hogy hogy lesz tovább. Hát ha itt sikerül győzelmet elérni, akkor nem lesz szükségük egymásra. Hát azt állítjuk, hogy ugyanúgy, ahogy választást nem tud nyerni már egyedül senki ebben a választási rendszerben, kormányozni se fog tudni senki egyedül ebben a rendszerben megszerezve a mandátumait. Tehát egymásra vannak kényszerítve, ez a parancsa, az együttműködés parancsa ennek a rendszernek. Kényszerhelyzet, rendkívüli, rendszerváltó együttműködésre kell vállalkozni, minél hamarabb levonni mindenkinek ennek a konzekvenciáit, és annál sikeresebb lesz a vállalkozás. Köszönöm. Köszönöm én is, András. Szóval én most a Kósó-szó jogán azokhoz szólok, akik úgy gondolják, hogy például Gyurcsány Ferenc, vagy Vona Gábor, csendben se lenne jobb miniszterelnöke az országnak, mint Orbán Viktor. Akkor meg minek ez az egész? Ezért szeretném még egyszer nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy még nem egyik vagy másik párt miniszterelnök jelöltjének a sikerét akarjuk előmozdítani, hanem a választópolgárok kivételes összefogását kérjük egy rendkívüli helyzetben, egyetlen közös cél érdekében, ami a mostani kormány eltávolítása. Nincs más módunk arra, hogy megszabaduljunk a korrupció rendszerétől, hogy megmentsük a szétlopkodástól a nemzeti vagyont, hogy helyreállítsuk a jogállam rendjét. Hogyha majd ezen túl leszünk, akkor újrakezdődik. Nézzünk ezzel szembe, akkor újrakezdődik a politikai meggyőződések nyilvános küzdelme, és akkor már mindenki szavazhat kizárólag a szíve szerint. Nagyon szépen köszönöm, és most következik akkor az, hogy kérdéseket lehetnek fel. Tessék. Én Vágh András vagyok a Civil Rádiótól, és a Számoljunk Együtt mozgalom képviselőjétől szeretném megkérdezni, mik azok a fehér foltok, amikre utalt, és tudnak az állampolgárok valamit tenni annak érdekében, hogy ezek a fehér foltok egyre kisebbek legyenek. Köszönöm. Én is köszönöm a kérdést. A fehér foltok léteztek eddig is Magyarországon, de egyre innen léteznek, tehát a kis településeken a delegálás nagyon nehéz. Több ok miatt, természetesen, ha belegondolnak, néhányat el tudok mondani, hogy a választott egy dolog, szabad a számára, bizottság 5 tagból áll, ebből 3 a választott, és 2 lehet a delegált. 2 a pártoknak kéne delegálni. Nincs a pártoknak annyi embere, hogy mind a 10.280 szavazó körbe 2 delegáltat tudja állítani. Ezt meg tudják oldani, Budapesten is mindig kell. Sokat tenni már nem tudunk, 23-án, de szerintem kicsit korán, most 23-án lejár a beletetetás a szavazat számláló bizottsági tagoknak, tovább ezt nem lehet csinálni. Ezért mondtam azt, hogy megvan a tapasztalatok, jövőre önkormányzati választásra, EP parlamenti választáson sokkal jobban fogjuk csinálni. Megvan az informatikai hátterünk, a sikerét megcsinálni. Köszönöm szépen. Igen. Jó napot kívánok, Unyatinszki György, Magyar Nemzet. Két kérdésem lenne. Az első, hogy gyakorlatilag ezzel az útmutatással, ami a rendszerváltás 2018.hu-n kiemelnek egy jelöltet, ezzel a Fidesznek is felkínálják azt, hogy akkor őt lehet, vagy rá lehet lőni. Lehet ezzel számolni, vagy önök
nem tudom, kommunikálnak-e a pártok felé azzal, hogy ezeket a jelölteket hogyan kell bemutatni, bármiféle elképzelésük van-e arra, hogy mondjuk ezeket a jelölteket azok után, hogy megnevezik, hogyan érdemes kezelnie mondjuk a közéletnek. Nem tudom, Márki-Zay Péter talán ebből a szempontból kivételezett helyzetben van, tehát általánosságban szólt a kérdés. Igen, megtapasztaltam azt, hogy mi az az, amikor a Fidesz lő az emberre. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki erre a választásra vállalkozott, mint ellenzéki jelölt, az ezt vállalta, ezt a feladatot. Tehát nem hiszem, hogy úgy terhet róla ezekre az ellenzéki jelöltekre. Lehet, hogy nagyobb felelősséget von magára az, aki ezt most megkapja, akár tőlünk is ezt a támogatást. Ezt ő már azzal megkapta, hogy ő az esélyes előtt. Ő az esélyes előtt nem azért, mert mi kijelöljük, hanem mert a mérések szerint neki van a legjobb esélye legyőzni a Fidesz. De a Fidesznek hagyományosan ilyenkor beindulnak a propaganda gépezete, beindulnak a hatóságjárai, és úgy gondolom, hogy ezek az emberek már régóta tűz alatt vannak, így is. Mi csak arra biztatjuk az ellenzéki pártokat is, és minden tisztességes, becsületes magyar ember, hogy álljanak mellé ezeknek az embereknek, úgy, ahogy mellé Márkó-Hódmezővásárhely lakosságának jelentőség szerint. Még egy második kérdés, hogy most Lányi úr kitért Gyurcsány Ferenc személyére. Vele a legkisebb a továbbra is az együttműködési hajlandóság, az MSZP párbeszéd lehet leszámítva talán. Megkerülhetetlen tényezőnek tűnik. Hogyan lehet meggyőzni a választópolgárokat, hogy az már pedig a DK jelöltje, az mindenképpen esélyes. Nem nagyon, még nem láttam a végső listájukat, még nem botoltam a végigörgetni. Ott első blikre nem láttam esélyes DK-s politikust kiemelni. A DK jelöltje inkább a budapesti választókörzetekben esélyesek, azért ezen az országban térképen nem láthatja őket. Nem a pártok együttműködési hajlandósága múlik a dolog elsősorban. Ők megtették és megteszik, amit akarnak, és el fogják szabotálni azt, amit nem akarnak. A választópolgároknak a döntésén múlik az, hogy ezt a helyzetet felismerve vállalják-e a számukra, erről beszéltem, vállalhatatlan pártnak vagy jelöltnek is a támogatását azért, hogy a kormányváltás megtörténjen, és hajlandók-e elhalasztani a ellenszemük nyilvános kinyilvánítását a későbbiekre. De ne kerüljük meg a kérdés lényegét szerintem, mert most előző kérdésben is odbújtál. Igen, ez az egész, amit mi most talán kissé megkésve megkérdetünk, ez esélytelen akkor, hogyha ebben az 53 vagy remélhetőleg 106 választókörzetben nem akadnak az olyan helyi emberek, közbizalmat élvező helyi emberek, akik ennek a váratlan feladatnak az értelmét elmagyarázzák polgártársaiknak. Nem biztos, hogy ez a pártoktól fog kiindulni. Nem is akkor a leghitelesebb, hogyha attól a pártól indul ki, akinek a jelöltjét a mérések az adott választóközetben kihozták elsőnek, hanem itt volna szerepe a civil kezdeményezésnek, és itt derül ki, hogy milyen erős vagy milyen gyenge a magyar társadalom képes önmagát megvédeni. Ez a kérdés. Mi is hivatkoztunk eddig, és most is hivatkozunk arra, hogy ez az együttműködési hajlandóság erősödik a magyar társadalomban. A közvélemény kutatások azt is jelzik, hogy az átszavazási hajlandóság is folyamatosan erősödik. Az IDEA intézetnek ugye Vásárhely után nem sokkal készült felmérése azt jelezte, hogy az LMP körében 55%-a a szavazóknak akkor is hajlandó lenne átszavazni baloldali esélyesebb jelöltre, ha a saját jelöltjét a pártja nem léptetné vissza. Jobbik irányába is legalább 38%-uk ugyanezt megtenné. A baloldaliak érdekes módon a baloldali szavazók e felmérés szerint az LMP szavazóinál nagyobb arányban hajlandók átszavazni esélyesebb jobbikos jelöltre, hogyha nem léptetik vissza a jelöltjeiket akkor is. Tehát van egy ilyen hajlandóság, a politikai elitek, a véleményformálók, a pártvezérek is legalább hallgatólagosan támogatnák ezt, netántán
kifejezetten támogatnák, az sokat segítene a választóiknak, hiszen ez a helyzet úgy alakult ki, hogy ők folyamatosan még arról beszéltek, hogy nem szabad, hogy mindenki egyedül, hogy csak korlátozott együttműködések lehetségesek. És egy érvet talán lehet mindenkinek mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy ő a jobbikos DK-st akar mindenképp bejuttatni. Arról van szó, hogy ő most egy DK-st próbálott bejuttatni, de ennek fejében cserében máshol, ahol másképp áll föl a esélyes jelölt, ott pedig jobbikosok fognak DK-s, és DK-sok fognak jobbikos bejuttatni. Tehát mint egy térben távol egy elvtársa, egy vele szimpatizáló jobbikos fog bejuttatni egy DK-st. Fordítva pedig másképpen megint. Tehát nem egyszerűen neki kell lemondani arról, hogy a saját jelöltét utassa be, hanem egy országos méretű együttműködés részeként a többi választóval működik együtt, és segítik egymást, hogy végül mindenki jobban járjon, minden politikai ellenzéki párt. Szeretnék egy konkrét példát mondani erre. Hódmezővásárhelyiként engedjék meg, hogy ismét hazabeszéljek. Tehát nálunk Lázár János indul a Fidesz jelölteként. A felmérések szerint mondjuk 41-42%-ot érhetne el. Még a Jobbik jelöltje mondjuk 33%, az MSZP jelöltje 10-15% között van. Amennyiben Csongrád megye egészét nézem, ahol 4 választókörzet van, akkor ha itt 2 MSZP-s jelölt visszalép, 2 jobbikos javára, és 2 jobbikos visszalép az MSZP alapítását, az egyik DK-s, tehát 2 baloldali jelölt visszalép, 2 jobbikos, és cserébe 2 jobbikos visszalép, 2 MSZP-s jelölt javára, akkor mind a 4 körzetben ellenzéki győzelem fog születni. Hogyha ez a koordináció, ez az együttműködés nem történik meg, akkor mind a 4 körzetben fideszes győzelem fog születni. Úgyhogy a választóknak igazából aközött kell választani, hogy lesz 2 MSZP-s, 2 jobbikos nyertes Csongrád megyében, vagy pedig 4 fideszes. És ez mindenkinek fegyelmezetten el kell menni és szavazni az esélyes ellenzéki jelöltre. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Vici György vagyok, hát oda szeretnénk hozzáfűzni a dologhoz, hogy hát ugye szó esett itt a sajtó ilyen, hát hogy nehezeljük el a kis településeket. Hát azért legyünk egyszer önkritikusak és nézzünk szemben önmagunkat. Hát azért a ellenzéki sajtó futtat olyan embereket 4 éven keresztül, akiknek 1 vagy 3%-os pártjuk van. Tehát a nagy média érdeklődés ellenére sem nő a társadalmi támogatottság. És ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy Kort Péter professzor úr mondott, hogyha miniszterelnöki vita. Hát hogyha egy 3%-os párt állít egy miniszterelnök jelölt, akkor mi nem lehet. Nagy szanár lenne Orbán Viktor szikorban, és leülne vele őt a fasz. Félrevezetik az embereket és a választókat nagyon sok szempontból. Kunhalmi Ágnesnek a kampány ülését... Bocsánat, nálam ugyan, hogy közben a kérdéseket legyen a hát, kedves. Nézzát, nekem az az alap problémám, hogy nagyon fontosnak érzem ezt az erőfeszítést, amit itt teszik. De úgy érzem, hogy sajnos szembe kellene nézünk olyan belső problémáinkkal is, ami például itt a közvélemény fölméréseire való hivatkozás is megtörtént. Hát itt van 1 millió ember, aki nem mozdul. Ugye? Akit nem tud befogni tulajdonképpen az ellenzék. És miért nem tud befogni? Azért, mert tulajdonképpen nagyon sok helyen vagy jobboldali jelöltet kellett volna támogatni, mert hiszen ez Kövér László is elárult, hogy így... Bocsánat, csak hogy a kérdés legyen önnek. Hát a kérdés az, de sajnos ugye a pillanatban nehéz lesz olyan valóban olyan hiteles jelölteket fölállítani, akikre a Fideszből kiábrándult jobboldali szavazó rászakad. Köszönjük szépen, van ezzel kapcsolatban. Nekem egy jelölt, hogy azért azt szerintem nagyon fontos tekintető lenni, hogy Hódmezővásárhelyen, de valóban ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogy van egy erőteljes réteg, amelyik kiábrándult a Fideszből, akár 2010-től kezdve, akár 2014-től kezdve. Őket is fontos megszólítani, de azért nem mutatunk így magunkra, de még csak nézzük meg, hogy itt is milyen többen az asztalnál. Tehát azért ehhez a szavazó réteghez is érkezik egy elég hangsúlyos üzenet, és
Annyit most itt elárulhatok, ezt valószínűleg holnap hozunk nyilvánosságra, hogy kifejezetten a jobbközép kiábrándult konzervatív szavazók megszólítására forgatunk egy olyan kampányfilmet, amelyben Márki Zaj Péter, volt Péter Ákos, Jeszenszki Géza, amelyen Tukácsi Katalin is szerepe. Őket is meg fogjuk célozni és elérni a felvetés, amiből jogos, hogy nem lesz valószínűleg 106 Márki Zaj Péter, ezt kimondhatjuk, de annak a szavazói rétegnek, amelyik legszívesebben most a saját Márki Zaj Péterére szavazva, neki is azt kell fölmérnie, hogy az a kormánypárt, amelyet 4 évvel ezelőtt, vagy akár még 2 évvel ezelőtt is támogatott, de mostanra a totális erőpolitikának kibontakozása révén tudja, hogy nem ez a követelő irány, akkor is el kell döntenie, hogy sárga vagy piros lapot kíván eladni a Fidesznek. És hogyha kiábrándult fideszes szavazók is helyek, akár a szavazatmegosztásnak a kérdését is, ők is megtehetik azt, hogy legalább az egyéni szavazatukat helyben úgy használják föl, hogy jelezzék a kormánypárt felé, hogy ez innen mehet tovább. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ezt a rétegnek a megszólítását is. Azt hiszem, hogy Márki Zaj Péter közében, ami a szerencsére tágos aztán. Köszönöm. Más kérdés esetleg? Igen? Kisbügy, azonban én azt szeretném kérdezni, hogy egy olyan párt van a kisságon kívül mindenféle együttműködés előtt, és így ugye az a jobb név. Tehát, hogy lesz olyan kommunikáció, hogy ugye lesz helyezve a hangsúlyt egyedül senkinek nem lehet? Magyis. Én azt szeretném mondani, hogy Hódműző vásárhely. Amikor engem felkérdezte a jobbik, 8 évvel, hogy vállalja a polgármester jelöltjét, az őszinte hisz. Azt is elmondtam, hogy nem vagyok jobbikos, ezért nem vállaltam, közös ellenzéki jelöltként vállaltam volna, és végül függetlenként, de ellenzéki támogatással ez meg is valósult. A jobbik mindig, úgyis azt mondom, hogy az első időszakban nagyon nehezen lépett be teljesen ebbe az együttműködésbe. Voltak komoly fenntartásai ezzel kapcsolatos, hogy szabad-e valaki olyat támogatnia, akit támogatnak baloldali pártok is. Én ugyanezt a tartózkodást, ezt a félelmet, aggályt látom most is. Akkor 5. éve, amikor bejelentettem az indulásomat Hódműzővásárhelyen, ezután kb. 5 nappal jelentette be a Jobbik, hogy nagyon óvatosan fogalmazva azt mondja, hogy csak azért nem támogat, mert én azt kértem, hogy nem kell támogatás, csak ne indítsanak más érvőkkal. Én azt szeretném, hogyha ugyanazt, amit megtettek, akkor most is majd megtennék, biztos vagyok benne, hogy meg is fogják tenni egyébként, tehát hogy mindent tegyenek meg a Fidesz hatalmának leváltása érdekében. Nagyon sok támogatást kaptam én is a kampányomban a Jobbiktól, ahogy elmondtam, sokszor nem anyagi támogatásról, hanem egy szakmai és egy csapatbeli emberek keresztül támogatást. Nagyon sokat kaptam, nagyon hálás vagyok nekik, és én is innen is, de főleg személyesen folyamatosan arra bíztatom a Jobbik vezetését, hogy találják meg azt a módot, ahogy a baloldali szavazóknak a támogatását is meg tudják nyerni egy rendszerváltáshoz, és ahogy valóban az én általam remélt legerősebb kormánypárti pozíciókat, hogyha elérik, akkor majd együtt tudnak működni a parlamentben a Fidesz remélhetőleg bűnözőktől megtisztított Fidesz képviselőkkel, és együtt tudnak működni a baloldallal is. Mi, akik itt vagyunk, mi mindannyian abban hiszünk, hogy Magyarországon a tisztességes, becsületes emberek, akik demokráciát, jogállamot, pénzgazdaságot akarnak, túlnyomó többségben vannak. Én azt szeretném, hogyha mindegyik ellenzéki párt képviselné ezeket az embereket. Köszönöm, igen. Szeretnék kérdezni, hogy ezt a listát ezt fogják-e menet közben is frissíteni akár. Tehát ha bármelyik ellenzék jelöltről kiderül, akár botrány például, és a másik vele szemben induló ellenzéki jelölt lép elő esélyesen, akkor erre reflektálnak-e? Igen. Mindenképpen ez a lista most ugye 53 nevet tartalmaz a 106-ból. A célunk az, hogy 106 esélyes jelölt legyen. Azt is kommunikáltuk, hogy mi a pártok, nem a pártok ellenében szeretnénk ezt a 106 esélyes jelöltet megnevezni, hanem folyamatosan várva a pártoktól a visszajelzéseket, támogatást ehhez. Mi azt szeretnénk, hogyha valóban a pártok együttműködéseképpen alakulna ki ez a 106-os lista, és természetesen ennek érdekében, ha azt látjuk, hogy az erőviszonyok változtak, vagy legfőképpen, hogyha a pártok mondjuk megegyeznének, amit nagyon szeretnénk, egy adott személy támogatásában, akkor természetesen nagy örömmel fogjuk frissíteni ezt a listát, ez valóban az utolsó pillanatig frissíthető lista, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy regisztráljon ezen az oldalon. Szeretnénk, hogyha minél nagyobb közösséget képít.
mi magunk is, néhány ezer fő már regisztrált egyébként az oldalon, tehát azt szeretnénk, hogyha minden többen csatlakoznának hozzá, regisztrálnának az oldalon, és hogyha bármi frissítés van, arról kapnának egy értesítést. Milyen közvéleménykutatások, vagy mennyire friss közvéleménykutatási adatokat vettek itt alapul? Én válaszolnék, azt szerintem mindenki látja, hogy különböző versengő felmérések és listák is vannak. Erről eddig nem beszéltünk, de azért is fontos, hogy egy elég széles körülött le, és azt mondja, hogy közé tesz egy listát, mert egy kicsit, hát ezt a szót is, tehát inkább ajánlást használjuk, mert itt a lista fogalom is kerül. Tehát ez egy olyan központi ajánlás, amit több különböző ajánlás szintetizálásával hoztunk létre. Hiszen első körben jelentkeztek olyan kutatóintézetek, amelyek maguk is publikálnak, vagy mandátumbesülés jellegű, vagy különböző időpillanatokban készült felméréseken alapuló ajánlásokat. Ezeket mi szintetizáltuk, a B18 is jelentkezett ezzel, és egyéb olyan típusú különböző anyagok láttak napvilágot, amelyek között nagyon sok egyezés van. Csak bizonyos különbségek hatására ezek eltűnnek, tehát egy jó része annak, amit mi kutattunk, a szintetizálása mindannak, ami kint volt a placon, a közös országmozgalomnak a mérései maximálisan figyelembe véve a kutatóintézeteknek és a különböző ajánlástevő szervezeteknek a megfogalmazott ajánlását figyelembe véve állítottuk össze ezt a listát, és egy olyan együttműködés volt, amelyben kutatóintézetek maguk is tanácsot adtak, és ezt figyelembe vettük, és számos helyi erőtől kértünk visszajelzést. Így állt össze ez a lista, és azt mondom, hogy tehát nyilván, hogyha ezekkel az általunk megnevezett jelöltekkel eltérő módon koordinálnak a pártok, akkor azt figyelembe vesszük. De én úgy vélem, hogy ez az 53 név az olyan, hogy ha valahol koordinálnak a pártok, akkor ezek mellett volna érdemes. Mi most megtettünk egy elsődleges tisztázást, úgy érzem, és elviszük az információt egy csomó választópolgárhoz, aki tudatos és követi ezt, amit mi csinálunk. És a pártok nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy elvigyék azokhoz is, akikhez mi nehezebben jutunk el. Ebben sokat tehetnek helyben a civilek, de a legtöbbet a pártok tehetik, mert az ő szavuk lenne a legfontosabb. Ha már visszafogják egymás ellen kampányolást ezekben a választókerületekben, az is nagy előrelépés, és hát a maximális segítség természetesen a megegyezés. Az utolsó kérdés, indult egy hasonló honlap, hogy kire szavazzunk, hogy túl az iránytű intézettől. Most én igyekeztem a telefonon összevetni az önök listájával néhányat. Itt igen komoly különbségek is vannak. Ez nem zavarja meg inkább a választópolgárokat? Én ezt nem neveznék nagyon komoly különbségnek. Egy-két különbséget lehet találni, de ott is azért a maga az a honlap is közben frissül és változik. Mi például az iránytű intézetnek a friss ember jelentett méréseit minden esetben figyelembe vettük. Most legutóbb Sátorra jövő helyről jött ilyen, és mondom, a több intézettel is mi egyeztettünk, legalábbis véleményt értünk ezzel a listával kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ha valaki ezeket a különböző listákat, akár a taktikai szavazáspontot, amit köztézen forgal, akár a kire szavazzunkpontot, hogyha összeveti, esetleg egy-két mondjuk így véleményesnek mondható körzetet találnak csak, hatalmas nagy egyezést fog találni. Az biztos, hogy egyes pártoknál, és itt kifejezetten én most kitérnék arra, hogy itt ellentési jelölteket is megnéztünk, itt nagyon nagy mértékben támasztottunk a közös országmozgalomnak a méréseire, amiből elég egyértelműen kiderül, hogy ezek integratívabb jelöltek adott esetben, mint más pártoknak a jelöltei. De ezt nem csak mi mondjuk, hanem egyes pártok is, hiszen azt látunk most, hogy történt visszalépés ellentési jelölt javára. Tehát például Hadházi Ákos javára, csak egy jelölt mondja, korábban az Együtt jelezte, azt hiszem, hogy visszalépés, most pedig a Momentum jelentette be, hogy az Egyik jelöltiket az ő javukra léptetik vissza. Tehát az ilyen típusú mozgásokat is figyelembe vettük. Én úgy érzem, hogy egyes találatok között lehet, hogy a különbség, de az összkép nagyon hasonló, hogyha a különböző ajánlásokat nézzük, és úgy érzem, hogy itt egy elég széles bázis teszi oda a saját hitelesítő fecsétjét erre a listának. Egy valamit világosan ki kell mondani ennek az egésznek a rezüméjét. A vállalkozásunk a komolyságát veszítené el, hogyha az előfordulhatnak, hogy az egyszer már kiírt jelöltek közül valaki leszünk, hogy bocs, előállt egy közvéleménykutató egy ettől eltérő friss adattal, és akkor bocs, de mégsem valaki más. Tehát ez nem fordulhat elő. Eléggé megalapozottan, megfontoltan, elég sokféle szempontot figyelembe véve készült ez a lista ahhoz, hogy ezen nem változtatunk. A pártok részéről pedig hatalmas öngól volna, hogyha ehhez képest valamilyen helyi deal kedvéért azt mondták, hogy ne így legyen, hanem másképpen legyen, hiszen ez a támogatás ez nekik is így jelent valami. Igen, ott volt ott két. Köszönöm, hogy volt a Jákos vagyok Népszavától, Márkizai úrtól kérdezni, hogy hozott egy konkrét példát is, hogy Csongár megyében szükség lenne két jobbikot, hogy megjelentse az ellenzéki gyűjtőt.
Gábor Jobbik elnöke legutóbb, talán pont tegnap iratkozta, hogy 106 egyéni jelöltje lesz, egészen biztos, hogy tervezi-e, hogy esetleg találkozik vele és meggyőzi erről az álláspontjáról. Mindig örömmel találkozok, bármely a három ismert visszavezető miniszterelnök jelöltel, Bola Gáborral is természetesen, és természetesen mindegyiket szeretném meggyőzni arról, hogy a közös célunk az, hogy a korrupciót megszüntessük Magyarországon, a demokráciát helyreállítsuk, a jogállamot helyreállítsuk. Mindent meg fogunk